sikert is kérlek értékeld a mérkőzést. Hát ugyanazok a benyomásaim vannak, mint az előző három fordulóban. Annyi különbséggel, hogy most három pontot sikerült begyűjtenünk. Megyünk tovább a megkezdett munkán. Most látszott Isten igazából az, hogy ugye tavaly is egy osztályban szerepeltünk a Békés Csabával. Hála Isten sikerült visszavágni azért a vereséggel, amikor kigattunk 2-1-re. De itt jött ki ezen a mérkőzésen, hogy a rutintalanságunk, az első három mérkőzésen és a helyzetkihasználásunk egy picit rányomta a bélyegét azokra a mérkőzésekre. Azt nem mondom, hogy 9 pontot kellett volna gyűjtenünk, de nem kéne 0 ponttal, nem kellett volna 0 ponttal ideérkeznünk Békés Csabára. Így jöttünk, próbáltunk most szerezni 3 pontot, ami sikerült is. Bízom benne, hogy ez egy lökést ad a csapatnak, és innentől kezdve egy picit még pozitívabb arcát fogja mutatni a csapat. De ezúton is szeretnék gratulálni a csapatomnak. Amit kértem, maximálisan betartották, uraltuk a mérkőzést, domináltunk a mérkőzésen, helyzeteink voltak, amik kimaradtak. Folytatjuk tovább a munkát, és készülünk, hogy jövő héten újra 3 pontot tudjunk szerezni. Köszönöm. Gratulálunk a győzelemhez, a gólodhoz is. Milyen volt belőle a mérkőzés, hogyan érted meg? Hát ugye más jelentősége nem kell szerintem lecsatálni senkinek sem. Nagyon fontos mérkőzés előtt álltunk. Én úgy érzem, hogy a csapat mentálisan, fizikális, mint játékban átérezte, hogy milyen mérkőzés ez. Az első perctől kezdve kontrolláltuk a mérkőzést, minden játékosban láttam a tüzet. Én nagyon örülök, hogy eredményességben végig jött. A negyedik mérkőzés is kellett hozzá, de végre kijött. Én úgy érzem, hogy most a csapat mindent megtett a győzelmért, eredményességben is kijött, gólokba is kijött. Gratulálok minden egyes játékosnak. A győzelemhez kérlek, hogy értékeld a mérkőzés. Megszerezted ugye első tétmérkőzés gólodat a Vasasban. Milyen érzés volt belül játszani? Mentünk ki a pályára, hogy mindenképpen győzelmét játszottunk. Mindenképpen csak a 3 pont volt az elfogadható. Úgy érzem, hogy a csapat mindent megtett azért. Nem volt esélye a Békés Csabának, és úgy érzem, megérdemelte, nyerte meg a 3 pontot, és külön örülök neki, hogy meg tudtam szerezni első tétmérkőzésen a gólom. Belül is úgy tűnt, meg kívülről úgy tűnt, hogy itt a Békés Csabának szinte esélye sem volt. Hát igen, úgy mentünk fel a pályára, hogy ne is legyen esélyük. Karcsi megmondta, hogy fölkezdjük meg a letámadást, és hogy az a játékok, hogy felévelik a labdákat, és a Debi és a Pajó, illetve a Grúz magas védők ezt könnyen hátrásra jutották. Még egyszer gratulálok, és nagy örömet okoztál nekünk. És nagyon szépen. Nem volt belőle. Azt gondolom, hogy maximálisan megértemeltük ezt a 2-0, lehetett volna több is, rúgtunk 2 kapufát, azt hiszem, rúgtunk egy, azt gondolom, hogy megérdemelt gólt is. Abszolút irányítottuk a mérkőzést, de én azt mondtam az elmúlt 3 meccsről is, hogy nem vagyunk rossz állapotban, nem vagyunk rossz csapat, ugyanígy kell ezt folytatni, és bízom benne, hogy még mindig azt mondom, hogy nem vagyunk szerencsések, hogy ez a szerencse valahogy egy kicsit mellénk fog állni. De gratulálok a csapatnak, és én mindenképpen sok sikert kívánok a Békés Csabának, és remélem, hogy ők is egy kicsit összebe fognak állni, és ők is benn maradnak velünk egyetemben.